A Szerencsi Rendelőintézetben június 6-án újraindul az egynapos sebészet. A veszélyhelyzet kihirdetése után nem lehetett műtéteket végezni a helyi egészségügyi intézményben, azonban a fokozatos újranyitás lehetővé teszi az elmaradt beavatkozások pótlását. Bobko Géza igazgató főorvos hangsúlyozta azt, hogy a higiénész szabályok betartásával és a kapacitás csökkentésével végezhetik el a szakorvosok a műtéteket. A járványhelyzetben történt leállás miatt a műtőkben tisztasági festést végzett el a kivitelező, illetve egy korábbi beázás okozta problémát is megszüntettek az épület földszintjén, amelyért nem fogadott el pénzt a vállalkozó. Ezért az intézmény vezetősége köszönetet mond Smály József helyi vállalkozónak a felajánlásért. Beindítjuk a műtéteket. Fülorvégészeti műtétek lesznek rá két napra, szemészeti rá öt napra, ortopéd sebészeti műtétek, tehát gyakorlatilag próbáljuk bepótolni azokat a műtéteket, amik ugye torlódtak, elmaradtak, úgyhogy beindul az élet. Viszont ahhoz, hogy ez beindulhasson, muszáj voltunk egy kicsit előkészülni, rendbe tenni magát a műtéteket, a műtőhelyiségeket, ugyanis korábban egy fenti beázás kapcsán muszáj voltunk a műtőket kifesteni, bejavítani, úgyhogy ennek örömére vagyunk most itt. És hát szeretném megköszönni annak a cégnek, aki ezt magyarul ajándékba megcsinálta, a rendelőintézetnek az egészségügyet segítendő. Ez a Szerencsi Linép Kft., ugye Smály József úrnak a vezényletével. Úgyhogy mi megbíztuk őket, hogy csinálják meg ezt a munkát, és hát tegnapi nap, amikor átvettük, hát nagyon szépen dolgoztak, tisztán, rendesen, tehát úgy adták át, mint egy házi asszony is szereti, hogy a konyha kitakarítva rendbe, úgyhogy meg is lepődtünk, tehát szép munkát végeztek, és amikor fizetése került a sor, akkor azt mondta, hogy ezt a cég felajánlotta ugye a rendelőintézetnek így anyagi segítséggyanánt, tehát több mint 360 ezer forint értékű munka összességében, amiket végeztek, mert nem csak itt a műtőben, a bejáratnál is volt egy vakolatlehullásunk, azt szintén muszáj volt bejavítani, tehát a lényeg az, hogy igyekszünk felújítani, megcsinálni, amikkel most fertőtlenítés következik, és természetesen 6-án indul a műtét. Az igazgató főorvos kiemelte, hogy az infúziós kúraszerű ellátásokat a múlt héttől már igénybe lehet venni. A rendelőintézet igazgatója kéri a betegek türelmét, lassan minden páciens sorra fog kerülni. Az új járványügyi szabályok miatt az egynapos sebészeten sajnos nem tudnak annyi műtétet vállalni, mint korábban, hiszen a páciensek fektetését is meg kell oldani egy-egy beavatkozás után az egészségügyi szabályok betartása mellett. A szakápoló fokozottabban figyelnek a frissen műtöttekre, azért, hogy a betegek egymástól semmilyen fertőzést ne kapjanak el.